kormányzás helyett azonnali kártalanítást és felelősségre vonás címmel. Önné a szó, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, több mint egy hónap telt el azóta, hogy Magyarország legnagyobb pénzügyi csalássorozatára fény derült. A broker botrányok, kiemelten a Questor ügy kendőzetlenül vágta az egész ország arcába, milyen szégyenletes, korrupt vezetése is van hazánknak. Most nem a Questor ügy konkrét részleteit fogom boncolgatni. A mai napon elhangzó kérdéseink, azonnali kérdéseink majd lehetőséget biztosítanak a kormánynak, hogy tisztázzák a helyzetet, vagy ami még valószínűbb, hogy újabb és újabb hazugságokat adjanak válaszul. Ötölő-hatoló össze-vissza beszédet, amelynek során majd cáfolják egymást és önmagukat is. Minden mondatukkal, vergődésükkel csak mélyebbre süllyesztik magukat a mocsárban. Ez az úgy túlnőtt önmagán, mint ebben a tenger, benne van egész kormányzásuk lényege. Olyan esszenciája ez az önök politikai és gazdasági álmokfutásának, amelyben sűrűsödve látunk viszont mindent, amit eddig és számtalanszor elkövettek. Nem egyetlen Questor ügy van, hanem az egész kormány valójában Questor kormány. Broker kormány, amely nem csak nyakig belekeveredett a cég gyanús üzelmeibe, hanem nagyban ugyanúgy járt el, mint a csaló cég kicsiben. Visszaélt a könnyen hívők bizalmával, ígérgetett, elszedte és saját céljaira költötte a pénzüket, a felelősséget pedig másra akarja hárítani. Gondoljanak csak bele, kormánypárti fideszes és jobbikos képviselőtársaim, mit szólnának, ha az MSZP kormány idején derülne ki, hogy a külügyminiszter sportbarátját, a miniszterelnökkel is bizalmi viszonyban lévő üzletembert egy csaló agrárdiplomatával együtt fontos diplomáciai külgazdasági feladattal bíznak meg. Törvénytelenül állami pénzeket bíznak rá, és éveken át behunják a szemüket a csalásai fölött. Majd hagyják, hogy 150 milliárdot csaljon ki közemberektől. Mit szólnának, ha kiderülne, hogy a csődbe jutott cégből a miniszterelnök csak a tárcák pénzét vonatnák ki nagy titokban, ezzel elvonva a még rendelkezésre álló pénzt a többi károsult elől, és nem riasztaná a rendőrséget, az ügyészséget, a pénzügyi felügyeletet. Mit szólnának, ha az ügyészség, amelynek élén a kormánypárt volt képviselőjelöltje áll, nem tartaná elegendő oknak a kihallgatáshoz sem a 150 milliárd forint értékű kötvény törvénytelen kibocsátását, sem azt, hogy egy cégvezető egy büntetett előletű közmunkást állít a maga helyére, a cég élére. A választ pontosan tudjuk, a Jobbik és a Fidesz összefogásával már lángolna Budapest. Kormánypárti képviselőtársaim, az önök dolga most nem az, hogy asszisztáljanak Orbán Viktor és broker kormánya hazugságaihoz. Pontosan látniuk és érezniük kell, hogy minden nappal csak lejjebb húzzák magukat a posványba mindaddig, amíg az áldozatok kártalanítását meg nem oldja az országgyűlés, és amíg nem vállalják a felelősséget azok, akik szemlátomást nyakig vannak az ügyben. Az MSZP a múlt héten kedden benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amelyik rendkívüli és azonnali kártalanítást tenne lehetővé az áldozatoknak. Mindezt tenni úgy, hogy az állam a lefoglalt vagyon értékével megegyező összeget megelőlegezni, illetve az MNB, mint aminek dolga lett volna megakadályozni a kár bekövetkeztét, vissza nem térítendő összeggel járulna hozzá a kártalanításhoz. Így 6 millió forintig minden érintett azonnal hozzájutna a pénzéhez, az állam pedig a későbbiek folyamán behajtaná a megelőlegezett összeget. Ezzel a megoldással több mint 22 ezer károsult juthatna a benragadt pénze 100%-hoz azonnal. Önöktől, országgyűlési képviselőktől most azt várják, hogy segítsenek a bajba jutottakon. Ehelyett Kövér László Kistílő és Pityáner akciójával a múlt héten megakadályozta, hogy érdemben tárgyalhassunk erről a javaslatról, és akár már a mai napon szavazhattunk is volna róla. De Kövér úr a Fidesz asszisztálásával nem hívta össze a házbizottságot az általunk megjelölt időpontra, így nem került napirendre a kérdés. Azt várjuk el önöktől, hogy a jövő héten érdemben és ugyanolyan gyorsasággal döntsünk az áldozatok kártalanításáról, mint ahogy múlt héten a zár alá vétel kiterjesztéséről szóló fideszes javaslatról tettük ezt. Nem az MSZP kedvéért, képviselőtársaim, a sok tízezer kisemmizett család érdekében. Végezetül, tisztelt képviselőtársaim, azért van ebben az ügyben legalább két olyan érintett kormánytag, akik politikailag már megbuktak. A kérdés, hogy jogilag mikor lesznek felelősségre vonva. Minden nap, minden óra és minden perc, amit Szijjártó Péter és a 410 milliót elherdáló Fazekas Sándor a miniszteri székében tölt, szégyen az egész országnak, de leginkább szégyen a Fideszre nézve. Sőt, a Fidesz szempontjából ez nem csak szégyen, hanem a bizalmi válság egyik legfőbb okozója. Ezt önök is pontosan tudják, tegyenek végre ellene. Szijjártónak és Fazekasnak mennie kell, ezt már nem úszhatják meg. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Répási Róbert államtitkár úr jelezte, hogy válaszolni kíván a elhangzottakra. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt frakcióvezető helyettes úr, tisztelt ház. Biztos csak nyelvbotlás volt, hogy a Budakes ügyfeleiért nem aggódik a Magyar Szocialista Párt, hanem csak a Questor ügyfeleiért. A Budakesnél 96.301 ügyférről van szó, a Questornál 31.000 ügyférről van szó. Még egyszer mondom, mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy miért a 31.000 ügyfélért aggódik csak a Magyar Szocialista Párt, és miért nem a 96.000 ügyfélért. Talán csak nem azért, mert a Budakes 1000 szálon köthető. A Budakesben bűncselekményeket elkövetők 1000 szálon köthetők a Magyar Szocialista Párthoz. A Budakes 96.301 ügyfelének 97%-át május 31-ig gátolanítja a befektető védelmi alap. Tehát még egyszer mondom, több mint 90.000 kis befektetőt gátolanít a befektető védelmi alap. A Questor ügyfelei közül, akik közül 31.832 ügyférről tudunk, ezek közül 22.264 betétest 100%-ban gátolanít a befektető védelmi alap. Ezek a befektetések a 6 millió forintot nem meghaladó befektetések, tehát kifejezetten a kis befektetők 100%-os kártalanítása megoldott. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, a kis befektetők 100%-ban meg fogják kapni a kártalanítást. Akikért aggódik a Magyar Szocialista Párt, az a 10.000 befektető, akik egyébként 6 millió forintnál nagyobb összeget helyezett el a Questor csoport valamelyik cégénél. Természetesen őértük is kell aggódni, ezért döntött úgy az országgyűlés, hogy a vagyon zárolásról a fideszes képviselők javaslatára törvényt fogad el, és ahogyan ismerjük a hírekből, most már a feltételezett kárösszegnél jóval nagyobb összeget zár alá is vett a bíróság. Ez a zár alá vett összeg, ez a bizonyos biztosítási intézkedéssel rendelkezésre álló összeg fogja a fedezetét jelenteni a részben a vagyonelkobzásoknak, amelyeknek nyilvánvalóan büntetőeljárás és a büntetőjogi felelősség megállapítása után van helye, részben pedig a polgári jogi igényeknek. Tehát még egyszer mondom, azoknak a kisbefektetőknek a befektetéseit a befektetésvédelmi alap ki fogja fizetni, akik 6 millió forint alatt helyeztek el betétet, vagy ennél nagyobb összeget helyeztek el, de 6 millió forintig fogják biztosítani az ő kis befektetéseiket. A nagyobb befektetők, akik nyilván többet kockáztattak, ők pedig kénytelenek lesznek megvárni azt, hogy megállapítsák az ügyben a büntetőjogi felelősséget. Ebben minden segítséget megadnak a hatóságoknak a kormány képviselői. Természetesen amennyiben a Magyar Szocialista Párt képviselői, érdeklődnek a büntetőeljárás állásáról, azt nem a kormánytól tudják megkérdezni, hanem a legfőbb ügyésztől, mint ahogyan már meg is történt. Na most térünk egy néhány szóval vissza arra a vádaskodásra, amit a Magyar Szocialista Párt részéről elhangzott. A tények, mondhatom másként is, de én Magyar Szocialista Pártnak nevezem most ebben a pillanatban, a tények tehát bizonyítják, hogy a kisbefektetők pénze, a kisbefektetők befektetései biztonságban vannak, a kisbefektetők megkapják a kártalanítást a befektetővédelmi alaptól. Ezek után felmerül a kérdés, hogy mire jó ez az egész ügy a Magyar Szocialista Pártnak, csak arra jó természetesen, hogy a kormányt olyasmivel vádolja, amit nem követett el. Ez erre ékes példa, hogy két minisztert egymással teljesen ellentétes magatartás miatt akarnak lemondatni. Az egyik esetben a külügyminisztert azért, mert hogy intézkedett a befektetés kivételéről, a másik esetben a földművelési miniszter pedig azért, mert bennmaradt a Questor csoportnál a pénz. Tehát az egyik esetén azért akarják lemondatni, mert kivette a pénzt, a másik esetben pedig azért, mert nem vette ki a pénzt. Nyilván a Magyar Szocialista Párt véleménye ennyit is ér. Nem tudják eldönteni, hogy valójában mi a nagyobb felelősség számukra az, hogyha valaki a közpénzek biztonságba helyezéséről intézkedik, vagy az, hogyha nem veszi ki a közpénzt. Már hallom természetesen a választ,
hogy az ő szempontjukban mind a kettő mondjon le. Ebből a magatartásból derül ki a legjobb, hogy csak egy politikai hetsz kampány a Magyar Szocialista Párt részéről. Köszönöm szépen a figyelmüket! Következő napirend előtti felszólásra jelentkezett Földi László képviselő úr. Milyen tapasztalat